Kedves nézőink, karácsonykor nem csak magunkra kell gondolni, hanem a törékeny kis madarakra is. A következő percekben az ő etetésükről tudhatunk meg mindent. Legalábbis nagyon szeretnénk. Szervusz Attila, jó estét! Szervusz, neked is! Hát azt hiszem, hogy ugye a te életed az összeforra természettel, és a kis madarak sorsával is, úgyhogy lehet mondani, hogy akár mint a madarak kis védőszentje jöttél itt ide ma este hozzánk. Egyáltalán ugye az ember azt gondolja, hogy tudunk mi már erről mindent. Aztán amikor megpróbálunk mondjuk otthon madarakat etetni, akkor ott állunk, hogy akkor most mit is kell nekik? Vagy egyáltalán hova tegyem ki? Vagy mi van, hogyha elfelejtek utána neki enni adni? Tehát aztán kiderül, hogy mégsem árt néha erről a témáról beszélgetni. Szeretjük mi magyarok a madarakat? Hogy gondolod? Hát ez vegyes, ugye, amikor az ember azt hallja a híradóba, hogy a rétisasokat mérgezik, akkor úgy gondolom, hogy nem. Amikor azt látom, hogy az emberek az ablakpárkányra etetgetik a madarakat, akkor meg úgy gondolom, hogy igen, tehát ez is ugye embere válogatja. És kérdezted, hogy hát ezzel lerágott csont már, de mert minden évben tanul valami újat, hiszen a madarakkal foglalkozom, tehát én már 45 éve, és mégis mindig van valami új újdonság. És amiről keveset beszélünk az etetés mellett, az az itatás. Tehát télen legalább olyan fontos, hogy a madár ivóvízhez jusson, nyilván nem ilyenkor, mikor csepeg az ereszt, hanem amikor lefagy. Mert a hóból ugye nem tud olyan minőségű, vagy olyan oltó folyadékhoz jutni, ez nagyon, nagyon fontos az itatás a madaraknál. Itt látom, ki van pakolva a legjellegzetesebb etetési anyag, ugye a napraforgó maga, ami nagyon drága, mára megmolyosodott dió az annyira nem, tehát azt nyugodtan oda lehet áldozni. A félig megbarnult alma, alma csutka, akár ezeket is oda lehet rakni, de a só nélküli szalonna, tehát nem sózott szalonna, ez szintén mind etetőanyag lehet, vagy bogyós növények, bodza, vagy bármi, illetve hogy hova tegyük az etetőanyagot, az sem mindegy. Mert ugye az ember elkezd etetni valahol, akkor nem csak a cinegének, meg a, mit tudom én, a verebeknek ad enni, hanem a karvajnak is. Uh-huh. Hát ugye a karvaj egy ragadozó madár, jön-megy a kertek alatt, ilyenkor is bejön ugye a városba, és ahol etetjük a madarat, az neki terített asztal, óramű pontossággal megérkezik, kiemel a csapatból egy madárkát, általában verevet, mert az repül a legrosszabbul, és azt szépen elviszi. Most ilyenkor mérges az etető ember, hogy hát elvitték a drága madárkát, hát a karvajnak is enni kell, és neki ez a természetes tápláléka. Viszont olyan helyre tesszük mondjuk az etetőt, ahol sűrű bokor van, bodzabokor, bármilyen tuja, dísznövény, amiben ezek a madarak, ha idejében észlelik a karvajt, akkor gyorsan be tudnak ugrani, akkor több esélyük van a túlélésre. Ráadásul, akinek mondjuk macskája van, mondjuk én pont magamra gondolok, ez sem mindegy, mert hogy a macskái viszont nagyon-nagyon szeretnek madarakra vadászni, igen. Tehát arra is kell figyelni, hogy akkor esetleg a macska ne tudja megközelíteni. Mennyire fontos az, hogy ebben tényleg minden nap odafigyeljünk arra, hogy mondjuk van-e enni vagy inni valójuk, mi van, hogyha rászoknak, mint a jó kutra, ezek a kis élőlények, és utána mondjuk elmegyünk két hétre síelni. Hát ez nem okoz nekik akkor a lelkitörést, mert hogy azon túl, hogy ők az etetőről hordják el a magot, ők a kertben lévő fáinkat is szépen ledoktorálják, tehát átnézegetik. Hát nyilván, hogy elmegyünk hosszabb időre, akkor kicsivel többet teszünk ki, több almát szúrunk föl, vagy ilyesmi, de hát ők ezt ki fogják bírni egyébként. Egyébként igazából nekünk van szükségünk a madáretetés, a lelkiismeretünk megnyugtatása véget, és a madarak azért ügyesebben ellátják magukat. Tehát, hogyha nem etetünk madarakat, akkor sem pusztulnak el, de azért mégis azt gondolom, hogy talán, hogyha kisgyerek van a családban, hogy? Akkor azért ez egy mégis egy példamutatás, akinek nincs esetleg kutyája, macskája, igen. De valahogy szeretne gondoskodni a természetről. Hogy, hát ez érzelmileg nagyon sokat ad a gyereknek, hogy gondoskodhat valamiről, ami neki van kiszolgáltatva, úgymond, meg tudja nézni viszonylag közelről, ablakpárkányetetőről, egyebekről, vagy olyan, ami most szombaton lesz ugye a tornapályán, a körszínnél, ez a madárkarácsony, ahol két hálóval ki is fogunk állni, és fogunk madárkákat. Ugye nagy dologra nem lehet számítani, mert valószínűleg verebek lesznek benne, esetleg fenyőrigó, feketerigó, cinegefélék, de mégiscsak olyan madarak, amivel a gyerek a mesekönyvben találkozik, ott pedig szemtől szembe, közelről meg tudja simogatni, tehát egy nagyon fontos érzelmi kapcsolat. Hány órakor menjenek a gyerekes? Hát 10 órakor kezdünk, tehát akkor már áll a háló, készülnek a viagy, fagyú öntések, tehát ilyen fél narancséjabb, a fagyút öntünk bele, tömködjük ezeket a diókat, felakasztjuk szépen,
Tehát 10 óra után már jöhetnék. Igen, ezt akartam kérdezni, hogy egy-két bevásárló központban, meg ilyen nagyobb áruházban is ma már látni, vagy hát főleg ilyenkor ősszel, télen ugye mindenféle madáreleségeket kínálnak, és pont figyeltem ezeket a fagyú gömböket, hát meg lehet ezt csinálni, de amiről az elején beszéltem, elkezdtem gondolkodni, hogy biztos, hogyha jó az, hogyha ilyen normális gyertyát olvasztok, az vajon nem káros a madaraknak? Nem a gyertya, hanem ez a zsiradék. Így van. Mondom, na akkor erről mondj valamit, hogyha valaki otthon megpróbál ilyet csinálni, akkor milyen alapanyagokat vegyen hozzá? Hát fagyut. Megolvasztja, az hidegen megderved, ez belerakja mondjuk egy fél narancséba, vagy bármi. Most azért mondom narancsát, mert ha leesik a földre, a madarak előbb-utóbb lerugdossák, akármilyen fonallal kötjük ki, akkor az ott elbomlik, tehát nem szennyezünk, ha erdőbe tetünk, mert otthon úgy össze tudjuk szedni. És akkor ebbe díszítésként belerakhatunk mindenféle egyéb olajos magvakat, akár naprafogót, akár diót, vagy bármi egyebet. Nagyon-nagyon sok kép kering az interneten arról, hogy a környezetszennyezés az milyen mértékű a Földön, és hogy nagyon sokszor ugye az állatok azok, akiknek a körülményei is borzalmassá válnak. Például én is megosztottam egy ilyen gólyát, akinek nájlon zacskó Igen. volt azt hiszem a nyakán, és hát szinte szemét hegyeken élnek állatok. Itt Magyarországon mondjuk az erdőkben ez mennyire okoz esetleg problémát, vagy észrevesztek-e bármit, mondjuk akár a madarak életét megváltoztatja mindez? Nyilván, hogy igen. Ugye az éjszakai világítás, a városok kivilágítják ugye a köztereiket, madaraknak megváltozik a táplálkozási szokásuk, éjszaka táplálkoznak például, ugye főleg ezt nyáron lehet inkább megfigyelni. Ezek közvetett problémák, amiket az előbb mondtál, hogy én is látom, hogy bálamacag rátekeredett a madár, egyebek, ezek nem szándékosak, ezek az emberi tevékenységek a negatív oldalai. Ami sokkal rosszabb, az a szándékosság, amikor mondjuk a Hortobágyi Madárkórházba gólyát visznek be 4 légpuska lövedékkel a madárban. Tehát ezeket... Ezt nem lehet eltéveszteni. Gondolom, hogy az, aki hát légpuskát vesz a kezébe. Hát a legrosszabb az, amikor az ember tudatosan, szándékosan árt. Mert egyébként maga az emberi környezet az nem csak kárt tud okozni, hanem egy igen változatos élőhelyet nyújt a madárnak. Tehát egy lakóövezet, ahol kertes házak vannak, ilyen túlja, olyan örökzöld, kiszug, nagyzug, hegyebek, több madár fészkel ott mondjuk egy 50x50 méteres területen, mint az erdőben. Változatosabb az élőhely. Tehát van búvóhely a rozsdafarkúnak, van a széncinegének hely, nagyon sok helyen madáritatók is tavacskákat készítenek. Tehát az emberi lakás, az emberi tevékenység nem csak kárt tud okozni, hanem tud hasznot is. Hát igen, és ugye most ilyenkor télen nem nagyon halljuk őket, maximum a varjak károgása az, ami egy-egy estét mondjuk, vagy egy hajnalt így hangossá tehet, de azért ahogy olvad a hó, és kezd zöldülni a természet, akkor észreveszük, hogy micsoda trillázásba kezdenek, és milyen madár zenekar van akár egy kertvárosi részben, hát szinte néha már hajnali 3-4-kor muszáj bezárni az ablakot, mert hogy fölverik az ébredezőket, vagy az embereket. Most, hogy hosszú volt az ősz, aki nyitott füllel járt, az hallhatta, hogy újra elkezdtek énekelni a madarak, becsapta őket egy kicsit az időjárás, mert tavaszi jellegű volt. És a fekete rigó is elkezdett szépen halkan dudorászni és egyebek. Hát persze most, hogy már jött a hűvös időszak, most már azért befejezték és megvárják az igazi tavaszt. Nos, akkor szombat délelőtt 10 órakor madarak karácsonya, és a madarász karácsonya milyen lesz? Hát ez nekünk egybe van ott. Ja, hogy nekem? Igen. Hát otthon családdal, ugye hagyományos módon, majd a 2 ünnep között fogom meglátogatni a gyerekeimet, akik ugye már nem otthon laknak, illetve hát az unokákat. Akkor mindenképpen színes lesz, mint a madarak tolla ez az ünnep. Hát köszönjük szépen, hogy itt voltál, és ezt a sok-sok hasznos információt is, és áldott ünnepeket kívánunk.